A mögöttem látható zuglói cukrászdában állítólag az ország egyik legjobb makaronját készítik, aminek receptjét egyenesen Franciaországból hozták el hozzánk. Gyertek, kóstoljuk meg együtt, és emellett még sok más különleges süteményt is. A tulajdonosok Eszter és Csaba Franciaországban tanulták a cukrászmesterséget, közel 10 évet töltöttek el ott, és azután hazahozták Magyarországra az ott tanultakat és a recepteket, hogy a klasszikus francia süteményeket és új kreálmányokat készítsenek nektek. És lássuk a híres makaront, ami ugye mandulalisztből, cukorból és tojáshabból készül. Nagyon finom a roppanós a tészta, belül viszont nagyon könnyű, de mégse ragacsos, és nagyon jó hozzá a krém. Nem jutok szóhoz se, esküszöm, annyira finom. Zseniális. Nagyon intenzív a gyümölcs, nagyon jó. Ritkán szoktam meglepődni, de most sikerült. Következik az ideál desszert, ez a ház desszertje. Vaníliás piskótából, sárga van a smusszal, rozmarinmus kardamonnal fűszerezve, és közepében pisztácia van. Tökéletesen kérződik benne minden. Szerencsére nincs sok ilyen cukrászda, mert lehet, hogy a hamburgerekről áttérnék a süteményekre. És legvégén pedig egy somlói galuska. Háromféle piskótából készül, vaníliásból, csokoládésból és mogyoróból. Van a tetején egy fűszeres mogyorómorzsa, és egy vaníliás francia desszertkrém van benne, a tejszíja mellett. Kíváncsi vagyok rá. Nagyon könnyű a piskóta. Kellemes, sejmes, de mégis teltiző ez a vaníliás krém. És ez a fűszeres mogyoromorzsa nagyon jó illik hozzá. Le a kalappa. Hát ez egy csomói galuska 2.0. Hát azt kell mondanom, hogy a sütemények, és ez a hely levett a lábamról, ez bizony király. Hova menjek legközelebb? Írjátok meg kommentben.